Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a Hadalka galériában. A Game című csoportos kiejtést szeretném megnyitni. Beregi Tamás írónak szeretném átadni a szót. A játék kívül fekszik a bölcsesség és a boldogság, az igazság és a hazugság, a jó és a gonosz ellentétén. Egy külön univerzum, amely szabályaival mágikus körterem, hogy aztán ezen a körön belül teljes szabadságot adjon a játszónak, akit kiemelt a valós térből és időből. Ez egy ilyen cukros, édes, szerethető kombócot hoztam létre, ami nem teljes gömb, de majdnem. Amint megnézed elől az utalában, ez nem egy mechanikus lágóval, amit arra teremtettek, hanem én ebben ilyen tényleg érzelmet látok, ilyen gonosz kis súnyi lény, ami alig várja, hogy bekapjon valamit. Tudatosan kezdtem el használni a jelzőtábla szimbólumát, mert végülis egyfajta ilyen életutat vagy irányokat mutat. És igazából ez egyfajta ilyen játszás az élettel. Mi az, amit létrehoznak? Kikalapálják a saját fájdalmukat például, hogy aztán tiszta lapba kezdhessék a dolgokat. Nem tudom, hogy te megfigyelted-e magad, mert mikor készítesz ilyen nagyon ilyen letisztult festményeket? Letisztult, amikor összeáll bennem teljesen valamit, tehát hogy valaminek így a vége felé. Nálam is az van, hogy amit már úgy tudok, meg megélek és tisztán látom, az ilyen nagyon, szinte már ilyen idegesítően precíz, és amíg kérdések még nálam, meg gondolkozom, nem tudom megoldani, az meg sokkal kaotikusabb, de szerintem látod, ezzel mindenki így van. A többiekhez képest én úgy gondolom, egy picit másképp fogtam meg ezt a kérdéskört, ami a game, mert én egyből arra asszociáltam, hogy ennek mi a társadalmi vetülete. Ez a versenyszellem az, hogy állandóan csak versenyezni kell, művészeti életben ugyanúgy, mint minden mások. Századfordulón voltak olyan mozgalmak, amik arra építették ezeket a sport tevékenységüket, hogy ne legyen győztes, tehát olyan sportversenyeket akartak rendezni, ahol nincsen első, második, harmadik, hanem igazából ez a közösségi szellem, ez a hangulat az, ami egybefogja az embereket, nem pedig az, hogy ki a jobb. Van benne egy ilyen egoizmus, mert hát végülis ott van a te mellkasod, és ott van egy hiány rajta, hogy van valami hiány, amit te megérdemelnél. Nem. Valamennyire a modern művészet a játékról szól, tehát meg az interaktivitásról. Ahogy mondtam, a kiállításról megnyitóban és végül is a pixeltől az installációig nincs olyan nagy távolság, mint ahogy gondolnánk.